Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok mindenkinek! Mi a helyzet? Sziasztok! És a murába. Minek menjek a murába? Pofontot adni? Csicska pofont? Hogy mit szeretné a murába? Sziasztok, sziasztok! Pilláshoz jött a Timi. Most jöttünk. Mi lesz az ebéd? A tegnapi rántott hús. Ja. Sziasztok. Ja, a pillára jött. Á, de úgyis. Nincs másfél-két óra csak. Még maradt belőle? Hogyne? Te csőd volt az X-faktorba? Lehet. Jaj. Elhiszem. Köszönöm szépen, jól vagyok. Jól vagyunk. Na jó, most már kisüt a nap. Hogy mi van? Hogyan támasszam? Na nézzétek meg, most már kisüt a nap. Pont beleizéje. Hova támasszam? Sziasztok! Szevasz! Gusztikám, mi a helyzet? Hogyan rakjam ezt a szart? Az a baj, hogyha ide támasztom. Csak nem fog kézélni. Pattanni belőle. Ha majd így jó lesz. És derje, basszok így. Sziasztok! Merre fogtok megmenni? Fogalmam sincsen. Most egyelőre Pilláshoz jöttünk. Szia Andi, sziasztok mindenkinek! Én meg addig eszegetek. Ilyen vödrös, fahéjas, ilyent. Fogom, mint egy csuprot. Maci a málásba. Fogom. XXL-es. Igen. Lidülös. Hát finom az a fahéjas. Fokam. Szemgolyó. Jó, akkor. Hát a hasonlítok rá, akkor igen. Semmi különös. Pilláshoz jött a Timi. Mit van? Adok bárkinek, tessék. Vegyetek. Nem adtam még. Miről meséljek? Pillásnál van a Timi. Most jöttünk Pilláshoz.
Ez csak desszert. És nasi. Ja. Így van, Liga. Te is elbírná. Rád feküdnék. És azt mondanád, de jó vagy, Maci. Macikám. Rendes át bemelegítesz. Lidülös. Nem add is, lidülös. Köszönöm szépen. Szia szomszéd. Köszönöm szépen. Nem add is tudok live-ozni veletek. Beszélgetni. Nem főzünk már, tegnapi rántott hús van meg, krumpli. 2000 valamennyi volt, azt hiszem. Mire vársz? Tapsra. Ti mire várok? Most ott tudásom. Kövessétek be Konorszt. Meddig tervezed az életet? Hát meg egy 30-35 évig, tovább nem. Mindjárt 38 leszek. Hát meg egy 30-ast. 30-at. Tovább nem is akarok. Engem ne pelenkázzanak. Meg izé, öregek otthonába zárjanak be. Köszönöm. Hanem márciusban leszek 38 éves, de aranyosak vagytok, köszönöm, köszönöm. Úgyhogy ezen kívül még egy 35 évet szeretnék élni. Hát meg ahogy hozza az élet, hát ennyi, hát. Soha nem érdekelt a tested. Dehogyne, most vagyok jó. Most vagyok tökéletes. Muszáj fújtatva csámcsogni, zabálni. Hát ki levegőt kell, hogy vegyek. Élvezhetetlen. Hát akkor lépj tovább. Most én még játszom meg magam. Sose játszottam meg magam. Engem így fogadjatok el, amilyen vagyok. Szuszozok, csámcsogok. Kapkodom a levegőt. Engem így fogadtatok el. Én nem játszom meg magam. Igen, Lidl-ben van. Egy TikTokon, nem csak TikTokon, az életben is annyi ember megjátsza magát, gyerekek. Adjátok önmagatokat. Amilyenek vagytok. Ha bunkó vagy, akkor legyél bunkó. Add magadat, nem kell rátenni egy-két lapát. Olyanok legyetek, amelynek születtetek. Ennyi. Most még kell megjátszani magatokat más előtt. Én se játszom meg magamat előttetek. Én ilyen vagyok, kész. Szeretek enni, szeretek lazúgatni, szeretek beszélgetni. Ennyi. Köszönöm, Konor.
El is követtelek, Conor. Nagyon aranyos vagy, köszönöm. Engem így fogadjatok el, hogy vagyok. Én nem játszom meg magamat előttetek. Ha fingolom kell, fingok. Ha szarnom kell, úgy, mint tegnap is. Szarnom kellett, azt mondtam, jó, mert gyerekek, elköszönök, mert mindjárt már beszarok, befosok. Most mély játszom meg magam. 37. Március 4-én leszek 38 éves. Sziasztok! Timi, az most lesz 36 jövőre. Júni 12-én. Ő 36 lesz, én meg 38. Loka Pantera is jó van. Köszönöm, Enikő, köszönöm, Eszenyi. Pillásnáma, most jöttünk. Hegyre kellett neki jönni. Na, az jó, Vivian. Hol melózó, hol nem. Lesz kajás live. Hát a tegnapi kaját, azt már nem akarom. Igen, a Lidl-be. Az XXL. Ez finom, ez a fahéjas karika. Csokis is biztos finom lehet, ami csupa csokis, ugye. De ez ugye ez fahéjas, de ez is finom. Apa meg most lesz 37. Ennyi, fiatalok. Na jó, már egy csomó benne van. Csomó benne van. Fogyózó? Nem. Fajás karikát vetek. Jelenleg csak ezt teszek. Rom, Ezért mondom, több finom. Nekem bejött. Meg én nagyon válogatós vagyok. Minden téren. Milyen volt a napod? Hát egyelőre kávéztem, cigiztem, felkeltem. Boldogan, egészségesen. A feleségem mellett. Még nálunk még csak most kezdődik a nap. Ennyi. Köszönöm szépen, Anikő. Teged nem követtelek, Anikő? Most mész az ukrán frontra? Azért megyek az amerikai frontra. Én leszek a G.I. Joe. Különleges egység. Köszönöm szépen. Fiam. Lidl-be vegyetek, fahéjas. Majd akarok venni ilyen csokisat, csupa csokis, biztos az is finom. Amúgy. Lehet az is finom. Jó hideg.
Mióta van old piercinged? Hát már 16 éve biztos. Aha. Már 16 éve biztos van. Ha, tudom, drága 3,5-ös tej, 1000 forint. Tegnap néztem. Három ötös. 3,8-asat nem is láttam még a boltban. Köszönjük neki, igen. Ez nem már sapkás. Hát sapkája van. De nem tudom. Úgy fogom, mint a izé. A Mici macka a csuprát. Esküszöm, bemegyek így a plázába. Viszem magam azt, ezt beszegetem. Majd így megyek be a plázába. Közben sétálok. Ja, macisa. Mint azt mondja, ti milyen macisan mész. Hát mondom, ja. Meg otthon van. Reggel gyorsan levittem őket. Gyere, papi, nem sajnálom, adok neked is. Oké. $550 a tej kávé. Melyik? Mert még a Tesco-s is drága. Még az is drága. Az az ebéd? Nem, ez csak mesi. Most úgy megkívántam a izét, gyerekek. Sajtos tejfölös lángost, ott a... Na. Kállálá. Jártuk a merbe? Ja, szoktunk. Köszönjük, hülye. Köszönöm, Ica néni. Nagyon okosak a kutyusok. Nagyon. Hát főleg most, igen, Fehérváron lakunk. Főleg most már a Dézi az nagyon ilyen... szereti a gyerekeket, az embereket, a... kutyákat, bár a Daisy meg a már nagyon szeretik az embereket, a kutyákat, csak ugye a Daisy az annyira izés, azt szokták mondani, elkapja a hév, amikor meglát kutyát, és egybe fut oda, és játszani akar. És én ugye vettem most neki ilyen kiképző nyakörvet, biztos tudjátok, milyen az a kiképző nyakörv, múltkor mutattam. Fel akar futni, csak megnyomom a sípot. Nem azért nyomom meg, hogy megrázza, csak a sípot. És akkor avval jelzem, hogy... És akkor olyan frekvenciákat ad ez a síp, hogy egyből megáll és visszajön oda a lábamhoz. Pillásnál van a Timi Icanéne. Egyre jöttünk. Úgyhogy ez a kutyanyakörv, ez nagyon jó. De ez sem mindegy, hogy ki használja. Mert nem úgy működik, hogy csak nyomogassátok. Itt is tudni kell, hogy hogy kell. Hogy kell, mind kell használni. Mert ez nem olyan, hogy csak megbeszitek, azt kedvetekre nyomogatjátok. Hanem itt be kell tanítani a kutyát, hogy azért sípolsz, hogy ne fusson oda a másik kutyához, oda menjen a lábadhoz, nem az, hogy őrült módjában elmegy.
Én csak a izé, csak a skálánál szoktam menni lángost, a kis Tesco-nál a szar, az nagyon szar, egyszer ettem, pár évvel ezelőtt az nagyon szar, kint a kórháznál finom még. Ugye ezen a két helyen szoktam menni. Ezt a Lidl-be vettem. Ott lehet kapni, lehet fahéjasba, ugye ez fahéjas, meg lehet tiszta csokisat venni. És sokkal jobb, gyerekek, mert most nem rosszból, sehol nem lehet kapni, gyerekek, pilóta kekszet. Esküszöm, sehol nem lehet venni pilóta kekszet, de ezt a fajta pilóta kekszet tudjátok, ami így egybe van. Sehol nincsen már olyan pilóta kekszet. Se a kis Tesco-ba, se az Ocean-be, se a nagy Tesco-ba, se a Merz-be, se a Kobba, sehol nincsen már pilóta keksz. Az a fajta, amit tudjátok, kettőbe van. Ha izé van, az ilyen pilóta keksz, az ilyen, az van, de ha izé nincs. Nem, kisboltba sincsen. Se a Kobba nincsen. Mi ma végignéztük, sehol nem találtunk. A Lidl. Nálunk itt Fehérváron a Lidl-be, ott pont a bejár, hogy bemész a bejáratnál, ott van jobb kéz felől. Ez. Ez fahéjas, itt van, fahéjas, karika. Igen, nincs, mert a csomagoló cég nem gyártja a csomagolóanyagokat. Az kemény. De akkor a másikat se izélják, akkor, hát ami így néz ki, akkor azt se izélják, akkor annak is ugyanaz a csomagolóanyagja. És az még nagyobb is, mert ugye az négyzet alakú. Ebből az egy dobozzal vettünk egyelőre csak. Ez még mikor vettük? Egy hete. És még nézzétek, mennyi van benne. Egy hete vettük. Ezen 2500-600 forint. De, amit kaptok a Spárba, az is nagyon finom, ez a dobozos. Valamit is szoktunk venni. Igen, ez a töltött keksz, tudod, ami az egyik teteje barna, a másik és középen van a... Ez nem lehet már kapni sehol. Már nagyon drága minden, gyerekek. Hát nálunk a Pékségbe, a Szamijéknál 700 forint lett a kilós kenyér. 700. A zsemble meg 80 forint lett darabja. Tegnap voltunk a Merzbe. Baszamit rizs, amit ti szoktatok venni, 1600. Annyi. Annyiba kerül. Hát várjál. Hát valahol 1500 forint, valahol 1200. Még semmi, nálunk 150 a zsemble, 950 a kenyér. Ne hülyeskedj, Janna. Várjál, nálunk 850. Gyerekek, már pont ezen izétünk a Timivel, hogy ugye ő is tud sütni, főzni, én is. A gyerekek 150 forintból fogjuk, azt megcsináljuk a kenyeret. Magunknak megsütjük. Ennyi. Nem nagy vasszis, de ezt mi kell bele? Mi kell bele? Liszt, élesztő, só, cukor, tojás, nem? Majd megnézem. Ezt lehet csinálni kenyereket. Sokan azt csinálják, ám amúgy. Pont ma hívott fel az egyik ismerősöm minket. Ők ugye nagyon-nagyon-nagyon lóvésok. És ők is sütik a kenyeret, gyerekek, maguknak. Mert, és nem veszi meg. Pedig milliómosok, és nem veszi meg 700-800 forintért a kenyeret. Inkább úgy van vesz a feleségének, hogy süssék kenyeret. És ezért mondom, hogy lehet műszert fogjuk csinálni, Timivel süssük a kenyeret.
Akkor mennyire tudtok kenyeret csinálni? Én nem csináltam még kenyeret. Azért mondom, mi még nem csináltunk kenyeret. Most már nekiállunk kenyeret csinálni. De gyerekek, ebből is lehet biznisz csinálni. Amúgy, most a logikusan gondolkozunk. Mennyi a pékségbe? 700 forint egy kiló kenyér. Én eladom 500-ért. 150-ből megcsinálom, 500-ért eladom. Akkor is már nyertem, nem? Ja. Meg a 200 forintból hozok ki egy kenyeret, akkor is egy kenyere 300 forintot nyertem. Most ha logikusan gondolkozunk, nem? Most a üzlet szempontjából nézzük. Miért nem? Nem veszed meg 700, 800, 900 a kenyeret, 200 forintból megsütöd kilósat, vagy 2 kilós kenyeret, 500-ért meg eladod, vagy 550-ért. Akkor is meg fogják venni, mert 150, 200, 250 forint a olcsóbb. Nem? Ha úgy nézzük. Úgy bírlak mindig ezzel, köszönöm. Ja. Én nem tudom, hogy itt a vezetőülésnél mi van. A gyerekek, ide alig tudtam beülni. Mert ugye itt vagyok a vezető résznél. Alig tudtam beülni. Rendesen a fejemet így le kellett csavarni. De az én felemen tök könnyen beülött, pedig ugyanannyira van hátra izéval. Én nem tudom, mi van. Hát nem egyszerű. Hát én, hogyha csinálom is, én csak ismerősök között, én úgy idegeneknek nem. Így ismerősöknek szólok, esetleg 500 kilós kenyér, sütök gyorsan egyet. Annyi. Milyen kell? Sima, kovászos, ennyi. És akkor is jó, ha úgy nézzük. Hát az egyik kutyás barátom, nevet nem mondok. Van otthon neki több mint 100 kiló kristálycukorja, vagy 60-70 kiló lisztje. Ő fővásárolt mindent ám. Ő minden nap ment és vette meg ezeket a dolgokat. Nem tudom hány liter olaj. Mindenből bevásárolt. És mit mondott? Nyuggereknek eladom. Ennyi. Olcsóbban. Most ő is elkezdett kenyeret sütni, és ő mondta ezt a biznisz nekem, ilyen szó, Roland, ne hülyéskedjél, már 150-ből csinálok egy kilós kenyeret, 500 eladom. A vödröt is megegyem. Ez nehéz lesz. Lidl-be lehet venni. 2500-2600 forint. De fullon van, XXL-es. Szia, Niki, jó pihenés! Nekünk sem létfontosságú a kenyér. Már nálunk egy kenyér eláll 3-4 napig. Múltkor is már ott állt 4-5 napja a kenyér. Azt izének csináltam meg meleg szendvicsnek. Úgy voltam vele, nem dobom ki. Mikor fogtam, azt megcsináltam meleg szendvicsnek. Úgyhogy ennyi. Ilyen vaníliás karig, ezért fahéjas. Lidl-be lehet kapni. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy igen. Én nem szerettem sose azért, hogy fagyasztóba rakom a kenyeret. Volt párom, akitől van a kisfiam, ugye, ők ugye ukránok. És ők csinálták ezt, hogy volt egy nagy fagyasztójuk,
ugye az anya pékségbe dolgozott, hozta az a kenyereket, azt rakta be a fagyasztóba. Csak így néztem, még nem láttam, én sose így nézem. Mondom, miért rakod be a fagyasztóba? Az anyának mondom, miért rakod be a fagyasztóba? Hát már ilyen szó kiveszem, kiolvad olyan, mint a friss lenne. Ja. És tényleg. Hogy mennyire szerették ők a krumplit, atyavilág. Szinte csak krumplisok voltak. Persze tudtak magyarul. Csak annyi, hogy ugye a volt párom az ukrán volt, az anyja meg fehér orosz. És amikor veszekedtek mondjuk egymással, vagy mondjuk nem tetszett az anyjának valami, és veszekedett a lányom, akkor ukránul kiabáltak egymással, ukránul beszéltek, hogy én ne értsem. Ezt mindig mondtam nekik, mondom, ha-ho, mondom, itt vagyok ám. Mondom, itt vagyok, mondom, előttem magyarul beszéltek, ne ukránul. Mondom, én azt nem szeretem. Hú, de milyen volt az anyja. Mondom neki, el tudsz, mondom, minket dobni a boltba. Azt a persze, 2000 forint. Minden épp pénzt kért, gyerekek. Minden épp pénzt kért. Azt még adtam a villanyba pénzt, a fába, gázba, vízbe, mindenbe, feltöltős áramok volt. Még abba is adtam. Ja. A szakáról el akartunk menni, egyből kérte, hogy tankolja. Mondom, ne hülyeskedjél már, mondom, nem tudsz bevinni a faluba. Amikor még Bölcsér laktam. Ja. Mindenbe be kellett állnom, gyerek, mindenbe. Azt emlékszek rá, hát ilyen családi házuk volt, és ugye a tetőtéré, ugye azt is meg akarták csinálni szobának. Az úgy volt, hogy mi megyünk fel oda. Ugye volt párom, a kisfiam, ugye, hogy megszületett, meg ilyen. Azt mondták, hogy vegyek föl hitelt, meg minden. Mondom, biztos, hogy nem. Már mondom, egyszer szétmegyünk, akkor mondom, mi van? De hogy megyünk szét, meg Még jó, hogy nem vettem föl kölcsön, gyerekek. 3 év után szét is mentünk. Jó, végül is én hagytam el. Nem megcsaltam semmi, csak nem úgy állt a dolgokhoz, ahogy kell. És ugye nekem mérlegelni kellett ezt az egészet, hogy most maradjak mellette a gyerek miatt, vagy most tegyem magamat tönkre. Voltam, mentem haza a melóból, gyerekek. Csetres. Így járt, gyerekek, a csetres. Nem is főzött, semmi. Ulla fáradt voltam. Akkor Malomba dolgoztam Földváron. Onnét mentem maszekolni, füvet nyírni a barackosba. Megyek, se kaja. Megyek be, fekszik a szobába, nézze a sorozatot. Mondom, hallod? Mondom, főztél valamit? Mondom, éhes vagyok, most jöttem meg. Hát nem főztem, menj el hitelé boltba. Meg ilyenek, úristenem. Na hát mondom, nekem ne haragudjál, meg nekem ez sok volt. Szanyámhoz jártam át mindig enni. És nem is az a durva, gyerekek, most én nem bántom, mert nem bántok senkit. Volt szép dolog is vele, volt rossz dolog is vele, nem bántom, mert az a múlt már. De van, ami tudom bántani, az, hogy szétmentünk. Ugye már a gyereknek az anyja mellett a helye. Ebben sincsen probléma. Én nem is ellenkeztem meg semmi. Mondtam, hogy jó helye lesz a Christopher, stb. Összejött az egyik ismerősömmel. Kimentek Hollandiába. Így van, kimentek Hollandiába. Együtt volt vele, azt hiszem, 4 vagy 5 évig a csávóval. Nevet nem mondok, hogy kivel. És akkor a csávónak a legjobb barátja pont kim volt Németországban, azt áthívták, ugye hát a legjobb barátja, ugye a csávónak, gyerekkori barát, akkor gyere át. Átment hozzájuk Hollandiába,
csávó pont ment dolgozni, ott hagyta a barátjára az én volt páromat, azt már össze is szűrték a levet, amikor elment dolgozni, 5 év után. Jó, hát az, hogy nekik milyen volt a kapcsolata, én azt nem tudom. Ott is volt jó, meg rossz. És mégis az a lényeg, hogy összejött akivel együtt volt csávó, annak a legjobb barátjával összejött. Mai napig együtt vannak. Hollandiából átmentek Németországba a csávóhoz. Ugye onnét kiszakították a fiamat, oda már iskolába járt, már perfektül tudott hollandul. Megzavarták, ott voltak barátjai minden. Onnét átvitték Németországba, Németországból vissza Magyarországra, ugye Dunajvárosba. Szült a volt párom neki 2 gyereket, az enyémét meg eldobta. És akkor még azt izélte be a fiamnak, hadovállta be, hogy azért mész bőcskére, kisfiam, a mamához, a Subi mamához, ugye anyámhoz, mert én is oda jártam iskolába. Na, így pattintotta le a gyereket. Jaja. Mert engemet fölhívott, hogy hú, Roland, meg a csávója is, akivel ugye összejött. Szóval figyeld, az van, hogy van 2 választás. Szóval vagy intézetbe adom a Christophert, vagy te neveled, az én anyám nem fogja nevelni, vagy a te anyád neveli. Mondom, várjál, mondom, álljunk már meg. 10 éve nem beszélünk már. Mondom, hogy is gondoltad ezt, hogy mondom, fogod és csak úgy eldobod a gyerekedet, a gyerekünket, a közös gyerekünket. Ha már nekem ilyen gyerek nem kell. Persze, mert ugye rám hasonlít a Christopher, csak ugye én is ilyen vékony voltam, mint a Christopher. Na mindegy. Ja, meg azt még hozzáteszem, hogy 10 éven keresztül tiltott a gyerektől. Tiltott tőle, és ugye nem tudom, hogy néz a kisfiam, vagy nem, hogy vissza fogja nézni ezt a live-ot, fölrakom YouTube-ra. Ő el van tőlem szokva. Szeretem, imádom ma a gyerekem, de el vagyunk egymástól szokva. El vagyunk sajnos egymástól szokva, és ezt ő is érzi, meg én is érzem ezt. Az a baj. Nem csináltam semmit a gyereké, én nem vettem magamhoz a Christophert, hanem ő anyukám vette a nevére, vagy ő a gyámja neki, és ő ott lakik ugye anyámmal, ugye a mamával, ugye a mama neveli a Christophert. De hála jó Istennek, mindenem megvan, jó van, hozzám is hébe-óba felszokott jönni a Christopher, a fiam ugye, aztán ennyi. Ebben nem menjünk bele, most mondom, 10 éven keresztül tétva voltam a gyerektől. Az anyja kivitte Hollandiába, nem is láthattam, semmi gyerekek, semmi. És még tudjátok mi a legdurvább? Nem bántom, mert vannak nekem is ukrán ismerőseim itt TikTokon is, ugye, a nyaska meg az ilyenek. De gyerekek, ez a nő, akivel én együtt voltam, gyerekek, még a bíróságon, figyeljétek, még azt is letagadta gyerekek, figyeljétek, hogy én velem volt. Hogy én nem adtam nekik egy forintot se. Én nem éltem velük. Figyeljétek, Roland meg Gógy is volt, mert tudtam, hogy ez lesz. Na ilyenek, tisztelet a kivétel, ilyenek a... Mondom tisztelet, ilyenek a nők. De a férfiba is, nem csak nőbe. Tisztelet a kivétel. Én okos voltam, mert én akkor Malomba dolgoztam, és ugye a fizetésemet nem én kaptam meg, a fizetésemet, hanem az ő számlájára ment a fizetésem, mert ugye együtt laktunk. Én nekem ugye nem volt bankkártyám, meg semmi. És akkor a lényeg, vittem a bíróságra a papírt, és akkor ő ügyvédet fogadott, én nem fogadtam ügyvédet, mert én úgy voltam vele, hogy nincs miért ügyvédet fogadnom, és a lényeg, hogy ott elkezdi mondani az ügyvédje, hogy hát az apuka semmivel nem támogatta őket, nem is laktak együtt, stb. Én meg csak ennyit csináltam, hogy elővettem egy ilyen borítékot, oda raktam így a bírónak, ez Dunajvárosban volt. Mondom, lenn szíves már megnézni, hogy a fizetésem, kinek a számlájára ment, meg ilyen hasonló dolgok. Rendes elvörösödött a
volt páromnak a feje, azt így nézek rá, na mondom, mi van? Mondom, koppantál, ügyvédet fogadtál, most meg koppantál, és meg az ügyvédje is nézett, hogy ja, közben neki is hazudott, hát persze. Hát persze. És akkor végül is az a lényeg, hogy mi úgy egyeztünk meg a bíróság előtt, hogy ő, én lemondok a minden két heti látatásról, nehogy a Pantera volt páromról van szó, egy ukrán csajról, akitől van a kisfilm. És végül is az a lényeg, hogy annak cserébe kivihette a filmet külföldre, hogy ő lemondott a gyerektartásról, én meg lemondtam a két heti láthatásomról. Ugye két heti láthatásomról, ja, hétvége, szombat, vasárnap. Úgyhogy, ja, és akkor amennyit szánok a fiamnak. Szokott kapni zseppénzt, hát ugye most, amikor fenn volt még, mikor valamikor, akkor ugye, amikor nem tudok zseppénzt adni, akkor ugye van neki ott édességek, minden, úgyhogy hát már 14 éves mindjárt kisfiam. Meg már neki is van egy baráti köre, oda jár iskolába, oda. Én már nem bolygatok senkinek az életébe bele, hiába a fiam, én már senkinek az életébe nem akarok belebolygatni. Mindenkinek van egy élete, nekem is van egy életem, van egy magánéletem. Az kész, ennyi. Ezen nem is kell sokat rágódni. Mindenkinek megvan a helye, a maga élete, a maga ritmusa, kész, pont. Ne is mond Dunajvárost, hát mi ott születtünk, ott is laktunk. Jó, hát én nem, engemet mindenki ismer Dunajvárosban. Engem nem volt ott izém, rossz akarom, meg semmi. Meg mai napig nincsen rossz akarom, hála jó Istennek. Kalló Mihály, te inkább foglalkozz a magas saját dolgoddal, a saját gyerekeddel foglalkozz, hogyha van, ne másnak a dolgával. Én csak elmondtam, hogy mi van, hogy volt, és pont ennyi. Úgyhogy itt nem kell. Szevasz, Hugo Boss! Mondtam a Timinek, mondom, nagy rajongója vagy. Mondta, az jó. Mondom, kim van a izé, falán a izé a képed. Timivel már 14 éve együtt vagyunk. Akkor foglalkozz vele, azt menjél tovább innét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nem kint okoskodni, nagy betűvel írkálni. Tiltsátok ki, köszönöm szépen. Ha van itt moderátorom. Nem szeretem az okoskodó embereket. Én sem szólok senkinek az életébe bele, mit dolgozik, hogy neveli a gyereket, stb. Már kiskorunk óta, igen, vödröskek. Olyan fahíjas. Köszönjük. Földvári Malokban mikor dolgoztál? Kérlek szépen, 2000 2012-ben esküdtünk a Timivel, akkor már ott dolgoztam. Egy évet dolgoztam a Dunaföldvári Malomba. Lezsákoló voltam. A bátyám mai napig ott dolgozik. Ő már 10 éve ott dolgozik a bátyám. Az Attila. Ő már 10 éve. 10 éve ott dolgozik már a bátyám. Édes testvérem, ugye az Attila. Malomba. Én csak egy évet voltam. Akkor már Goff volt ott. Igen, igen. Az volt a neve Goff. Goff Hungary. Tök szerettem a izékat amúgy. Az ilyen malmos bulit. Meg mentünk kirándulni. Évvégi záró buli. Én annyit dolgoztam ott, gyerekek. Az egységest, a korpát választam le. A izét azt nagyon utáltam, amikor borogatni kellett vissza a izé lejárt lisztet,
a izébe, a kamionba, fú, de utáltam azt. Fú, de utáltam a visszaborogatni. Meg a izét is utáltam, azt a zsiráfot, ott benn volt, ott hátulról, tudod, rakják a tartályba a lisztet, meg az ilyent, ugye a kamionokba, ott oldalt, ott is izé, ilyen zsiráf, azt így izéri, keverni kellett benne, ó, de utáltam. A visszaborogatást, visszatészét, meg a izét utáltam a legjobban, amikor volt gázosítás, azt izé, az egész marmót, gyerekek, ki kellett takarítani. De olyan szinten, hogy egy liszt nem lehetett a földön, egy por, semmi. Fehérek voltunk, minden. Meg amikor izé, emlékszek rá, amikor benn voltam ahol izéltük a liszteket, azt izé, igen, éleszek az asztalon, sütve, gyalma a számba. Nálunk ma pöri van, az is finom. Na és akkor az a lényeg, hogy az is ilyen monoton munka. Malom az egy monoton munka. Amikor jöttek be a román kamionok, meg kellett pakolnunk, ugye hozták a targoncások oda az izét, azt föl kellett pakolni gyorsan, mert megy tovább a kamion, meg a faszom, meg izé. Meg emlékszik, amikor borogattuk vissza a liszteket, ugye a tartálykocsiba, azt izé. Ahogy öntöttük, ugye mindig voltak ilyen szakadt zsák lisztek, abban már tudtuk, hogy izé belefészkelt az egér. Az ekkora kis izé, kis rózsaszín egereket így dobáltuk lefele. Egy marékostó így dobáltuk kifele a zsák lisztből. És akkor ugye azt vissza kell, visszaborogatják minden, azt újra csinálják, vagy én nem tudom, mit csinálnak vele. Úgyhogy, ja. Moderátor hozzáadása. Igen, Andi, adtam modárságot. Köszönjük szépen, jól vagyunk. Timivel már általános iskola óta ismerjük egymást. Mi már régebben is voltunk együtt, most úgy mondom nektek, mielőtt nem házasodtunk össze. Ugye 2011 októberébe jöttem vele össze. De mi már előtte is voltunk együtt, egy párszor, ilyen barát-barátnő feeling. Mi már általános gyerekkorunk óta ismerjük a Timivel egymást. Persze. Úgyhogy azért mondom, hogy mi már nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást a Timivel. Neki is volt párkapcsolata. Neki is nagyon szar élete volt, gyerekek, nagyon szar élete volt. Olyant nem kíván senkinek, amilyen szar élete volt. A párja mellett, ugye a Péter Pálnak az apja mellett. Olyan senkinek nem kíván, gyerekek. Amikor mindennaposan nagyon verte a Timit. Ilyen munkái voltak. Késett a bótba, azért megverte. Forró volt a kávé, azért megverte a Timit. Meg ilyen hasonló dolgok. Ő egy ilyen brutális. Ja, megjárta a börtönt. Folyamatosan. Parasz gyerek volt, nem roma gyerek, parasz gyerek. Csak azt hittem magáról, hogy izé, roma gyerek. Ugye romák közt nőtt fel. Azt a kolya. Hát most a gyerekek, hát úgy megverte a Timit, mint egy filmet néznétek. Beszögezte a háznak az ablakát, bedeszkázta, na, hogy kiszökjön a Timi. Voltan hozzám szökött be. Akkor Duna Erzsó, voltan hozzám szökött be. Úgy azért mondom, hogy voltak ittám gondok, bajok. A Bölcskére is, amikor leköltöztünk Bölcskére, oda is én hozzám szökött le a Timi. Voltam ugye, én Dunajvárosban dolgoztam, szigetelőknél. Ugye a 4 emeleteseket, majd 10 emeleteseket ezért szigeteltük, meg színeztük. Szóval jött a volt párja, ugye a Péter Pálnak az apja. Hárman voltak, azt le akart szúrni.
pont izé mentem fel apámhoz, gyorsan lefürödtem, mert ott fürödtem le mindig, munka után, azt úgy mentem haza, ugye, Bölcskére. Azt jött, hogy én szó, állj csak meg. Hol van a Timike? Mondom, én nem tudom, mondom, hol a Timike. Szóval az ugye, az előkapta a nagy kést, azt itt pont szúrt, azt én meg pont így hátraugrottam, azt majdnem belém szúrta a nagy kést. Meg ilyen hasonló dolgok. De mindig csak izé, és még él az a csáva, hogyne? Ott lakik Dunajvárosban. Most szabadult. Tavaly? 6 év után, vagy 7 év után. Folyamatosan járta a börtön gyerekek. Folyamatosan. Kirakta a Timit izé kurvának, meg ilyenek. Jaja. Ugye a Timi az nagyon sok mindent megél, gyerekek. És a saját párja, gyerekek. Kajak kivitte Németországba, az kajak kiállította az út mellé. De Timi megjártám a hadakutyát, na azt higgyétek ám. Amikor minden nap agyonverte, mondom a Timit. Hát tudom, ismerem a csávót, már gyerekkorom óta. Dehogy is, hát a Péter Pál az fehérvári. Az apja az dunajvárosi. Összeállt valami roma gácsival. Kertvárosival. Ja. Hát emlékszek rám, amikor velem összeházasodott, mert ugye nem tudott megszabadulni a Timi, ugye volt párjától. Ugye sajnos ez is közre játszott, hogy ő hozzám jött, valami ilyen 10%-ba közre játszott, hogy ő elvettem a Timit, mert így meg tudott szabadulni tőle végleg. De még akkor is zaklatott minket. A volt párja. Az biztos a legjobb környék. Rendes fölrobbantanám. Na, úgyhogy ja. Úgyhogy azért mondom, voltak itt történetek. Aki nem ismeri ezeket a történeteket, így nagy vonalban így elmondtam, hogy aki ismeri a Timit, az tudja, hogy milyen, min ment keresztül. Ő nem azért bunkó, a Timi, mert tényleg kenyére lehet kenni a Timit. De ő benne, nagyon benne maradt ez az agresszív dolog, mert mondom, két naponta úgy megverte a volt párja, hogy kék, zöld, mokkái voltak, és még terhesen is megverte a Timit. Terhesen. Ilyen mokkái voltak. Jaja. Úgyhogy ja. Én tudom az egész történetét, tudom mindenüket, hogyan éltek, mint voltak, hogy viselkedett az ember. Terhesen is ütötte, persze. Voltam belevágott a hasába. Belőtött. És ugye a Timiből benne maradt ez a... már így a vége fele, volt úgy, hogy ő már a Timi nem bírta, fogta a kést, azt azért belállította, ugye akivel együtt volt, vagy csak belállította a combjába a kést. Úgy tudta lenyugtatni a csávot, már darabokra, már Timi már áhelyúdozott, már nem tudta, hogy hol van. De azért mondom, nagyon sok mindenen keresztül ment a Timi, gyerekek. Én mellettem csak nyugodt élete van. Én mindent megadok neki. Én nem korlátozom semmibe. A maga főnöke. Én inkább támogatom. Jóba, rosszba, mindenbe támogatom a Timit. Mindenbe. És tényleg, ne haragudjatok a Timire, hogyha a némelykó flegmázik, mert sajnos 14 év alatt sajnos benne maradt még azok a dolgok. Pont tegnap mesélni nekem, hogy azért mondom, hogy ezt azért nézzétek el neki, mert tényleg ő nem szándékosan pofázik be meg ilyen, hanem ugye, hogy benne volt ebbe az agresszív párkapcsolatba, ugye ő is olyan lett, mint a párja. Hamar
lobbanékony lett, stb. Ugye mellettem nagyon-nagyon sokat változott a Timi, én nagyon-nagyon sokat segítettem neki így a kapcsolatunkban, meg minden. Ő, aki ismeri régóta, azt tudja tényleg, hogy milyen a Timi. Nekem is nehéz. Valamikor nekem is nehéz, higgyétek el, mert én vagyok vele 24-ből 24 egy gyerekek. De mondom, kenyérrel, a Timi az olyan, mint a vaj. Kenyérrel lehet kenni. Kenyérrel lehet venni, kenni az egész nőt. Csak ugye némek, előjönnek neki ezek a múltbeli sérelmek. Ugye ő fél évig, ezért is volt ő pánikbeteg. Ugye az X-faktor az egy plusz volt neki. Ugye ez a hirtelen nézettség, hirtelen felkapottság a balhéja miatt, és ugye ez mind-mind így gyűlt benne, és az X-faktor után fél évig pánikbeteg volt. Lefogyott, stb. Nagyon nehezen gyógyult ki belőle, de hála Jóistennek kigyógyult belőle. Azért még iszta ezeket a citromfűteákat így hébe-hóba, meg ezt a 8 gyógynövényes naturlan teákat. De igen, igen, nehéz időszak volt az is. És pont tegnap előtt arra ijedt föl, gyerekek, figyeljetek, arra ijedt föl, igen, lelki blokkok, hogy azt álmodta, nem tudom, hogy ennek mi volt az álomnak a neve, a izéja, jelentése, mert általában, hogyha valakiről álmodsz, az gondol rád. Nem te gondolsz rá, hanem ő gondol rád. És ha volt párjáról izét, hogy valahol voltunk, és ott volt párja, és neki ment, meg akarta szurkálni a Timit, meg ilyenek, és úgy ijedt föl, csóri sírva. És még álmában is rémálmai vannak a volt párjától. A kurva anyját neki. De remélem ezért megkapja a méltó büntetés. Ja, hát már mégis megkapja, mert kapott 7 évet őt. Meg az mellett még mennyit fog ülni. Nem kívánom senkinek a börtön, de az a baj, hogy ezek kim vannak 1-2 évig, az már mennek is vissza. Ja. De azért mondom, nagyon sok mindent ti nem tudtak a Timiről. Én ismerem, én tudom, hogy milyen. Minden keresztül, ott volt neki nagy autóbaleset, majdnem meghalt, szilánkos combcsonttörése volt, a gerince össze van csavarozva, a mellkasa összetört, minden darabokba volt, mentőhelikopter szállította az intenzívre, és itt van, gyerekek, felgyógyult, annyi, hogy abban is maradandó lett, ugye, mert valamikor ez is felszokott benne jönni, de hála jó Istennek, lerakta a jogosítványt, mer vezetni autót, magabiztosan, úgyhogy tényleg le a kalappal a feleségem előtt, ugye a Timi előtt, Loka Panther előtt, mert amiken ő tényleg átment az élete során, kemény. Ő saját magát terápia szerűen kezeli magát. Ő minden nap hallgat ilyen meditáció, nyugtató zenéket, minden este, ő saját magát gyógyítja. Saját magát gyógyítja a Timi. És ugye, amit ő megmond, az 99%-ban úgy van, gyerekek. Figyeljétek, tegnap néztünk egy filmet, nem is tudom, mi volt a címe, hogy egy ember a börtönbe. Na mindegy, egy ilyen lelkész, a végén a lelkész is oda került. Biztos láttátok a Netflixen. Így van. Timi az nagyon erős nő. Na mindegy, azt néztük, azt a filmet. Azt mondja nekem így, hogy volt már ilyen éjfél. Szerelem. Szóval nem lenne probléma, szóval nagyon megkívántam a pudingot. Csinálsz? Mondom, persze, mondom, milyen csinálja. Szóval puncsosat. Fölkeltem, fél liter tej, cukor bele, ugye a pudingpor, a puncsos. Figyeljétek!
Meg meg is kóstoltam, semmi baj nem volt a pudingnak. És rendesen, ezek is megismertek. Egyben mondták, Loka Panther a féri. És az a lényeg, hogy ő belekóstolt így a Tim, és akkor mondja, hogy szerelmem, ez rossz. Mondom, dehogy rossz, mondom. Na miért lenne rossz? Hát ez a kóstold meg. Megkóstolom. Na meg nincsen baja. De szerelmem. Ezt ne játsszuk el, amikor egyszer vettem a benne a plázában a nagymama konyhájába húslevest, ott is azt mondta Timi, hogy rossz. Mondom, dehogy rossz, én fogtam, én megettem. Az kórházba is kerültem. Na tegnap ugyanígy voltunk, hogy nem ettem meg a pudingot, és mondja nekem ilyen szó, hogy nézd már meg, légy szíves szerelmem, hogy lejárt az a pudingpor? Mert ilyen szó, érzem az ízén, hogy nem olyan, de mondom, nem rossz. Hát én, ilyen szó, nézd meg, légy szíves, vedd ki a kukából azt a kibaszott ízét, pudingporos zacskót, nézd meg, mikor gyártották, hogy mikor jár le. És az volt, hogy 2021 6. vagy 7. hón járt le. És megérezte, gyerekek. Na mindegy, és ebben azt akarom mondani, hogy ha Timi bármit mond, az úgy van. Az úgy van. Sziasztok, sziasztok. Az úgy van. Amikor jósol is, gyerekek, sokan röhögnek rajta, mert tényleg 60%-a röhög rajta. De gyerekek, az nem kell jósolni a Timinek, hogy megmondja, hogy mi a pálya. Mi a pálya. Akiknek eddig és mai napig jósol a Timi, privátba, meg van olyan, hogy eljönnek hozzánk. Ugye ott több a jóslás. Gyerekek, írva van papíron, aki jön ugye a Timihez, írja a noteszébe, és minden beteljesült szóró szóra. Ott van a körmöse, nevet nem mondok, ott van a körmöse. Megmondta a Timi, pedig nem is izét semmit, amit a kártyák dobtak. Vigyázzál, mert baj lesz a fiaddal. Ott van. Garambolozott frontálisan, lebénult a keze minden. De, na mindegy. Az a lényeg, hogy amit a Timi megmond, az úgy van. Meg a kismerősöm Facebookon, és megosztottam a, akik írogattak, hogy ez igaz, ez beteljesült, ez mind, az mind igaz, ami ott volt fönt, vagy ott van fönt. Timi az pillásnál van, egyre jöttünk. A pillásnál van. Ja. Úgyhogy azért mondom, hogy a Timi az nagyon-nagyon sok szaron ment keresztül, így fogalmazva, és ezt azoknak mondom, nőknek mondom, na Isten mentsetek, nem okoskodni akarok. Aki esetleg ilyen párkapcsolatban van, mint a Timi volt, hogy a párja csalta, ütötte, verte, megalázta, meggyalázta, az abba, ne nézd a gyereket, ne nézzétek a gyereket, hogy mert tőle van gyerekem, hagyjuk ezt a gyerek témát. Abban nyomban hagyjátok ott a picsába. És ne foglalkozzatok vele, mert ők az apjuk. Én szeretem. Igen, te lehet szereted, de azért fogadod el, mert hogy csinált neked 2-3 vagy 5 puját, de közben agyonver meg csal. Ez milyen kapcsolat? Értitek? Persze. Na mindegy, egy a szónak a vége. Így elmeséltem így nagy vonalba így a dolgokat. Mi van, hogy van, merre, hány méter. Aki szeret minket, az így elfogad. Mi magunkat adjuk, én is, a Timi is. Mi nem bántunk soha senkit. Az, hogy minket bántanak szóba, már csak szóba mernek, meg üzeneten keresztül, élőben meg be vannak szarva.
Ja, ezt is el kell mesélnem, figyeljétek. Ez tegnap. Ez is tegnap előtt volt. Mondja Timi, hogy szóval bemegy a kínaiba ott mögöttünk, én meg menjek addig a pékségbe. És hogy értsétek, mert mondom a Timit, kenyérre lehet kenni. Elmegyek a pékségbe, ő meg ugye bement oda a kínaiba. Én ugye előbb végeztem, mert ugye én vettem két kenyeret, azt jöttem is. Így van, és lépni kell, ilyen kapcsolatból lépni kell, gyerekek. Ahol már férj, vagy a csávó megüt, az abban a pillanatban hagyjátok ott a gecibe. Én gyerekek, én amióta Timivel vagyok, egy pofontot nem adtam neki. Egy pofontot. Van olyan, hogy össze szoktunk így veszni, szóba. De soha nem ütöttem meg, gyerekek, soha. Meg tudjátok, hányszor lehetett volna rá alkalom, és mégse. Inkább kiröhögöm, nyugodtan köpjön le, pofozzon le, már volt nem egyszer, nem kétszer, hogy leköpött, kaptam két fülest tőle, csak csattant a pofám, és így voltam, és csak röhögtem rajta, és mondtam, megnyugodtál? Na, akkor feküdjél le, azt nyugodjál meg. Ennyi. Ennyi, gyerekek. Na, visszatérve, én elmentem a pékségbe, bement a kínaiba, én ugye előbb végeztem. Én csak két kenyéré mentem. Azért a kocka kenyéré, amit mutattam ugye tegnap, hogy tegnap előtt volt. És az a lényeg, hogy soha nem ütnék meg egy nőt, én se inkább elmondom mindennek, de megütni soha, így van. Gyerekek, aki megüt egy nőt, ezt most a férfi társaimnak mondom, aki megüt egy nőt, az egy igazi, senkiázi, csicska kutya. Mert nőt meg tudtok ütni, de férfit már nem tudtok megütni. Úgyhogy innét is üzenem a férfi társaimnak, aki nőt üt meg, az egy faszopó köcsök csicska a szemembe. Az egy igazi kutya ember. Pont. Na, visszatérve. Jön ki a Timi a boltból, ugye én már végeztem a pékségbe. Szóval majdnem kiütöttem a nőt. Mondom, már megint mi volt? Szóval ment be a kínaiba. Ugye ez ilyen bolt, nem hóruhákat lehet kapni, hanem ilyen élelmiszereket. Megy be, és nem az, hogy aki jött ki csaj meg csávó, ő hátrébb ment volna, ma Timi ment befele, ők meg jöttek volna ki, de ők még messze voltak az ajtótól, fogta a csaj, azt így nem engedte be a Timit, azt így kijött a csávójába. De nem ez volt a probléma, mert még akkor is normális volt a Timi, hanem ilyen izén nézett rá, így a csaj így mesélte a Timi, ilyen lekezelően. Timinek nem kellett ugye sok, ő mindig kell az igazáé. Én ugye a pékségben voltam, én nem hallottam, hogy kiabált a Timi. És akkor elkezdett mondani a csajnak. Szóval így belemászott a képébe, azt mondja, nálam magasabb volt a csaj, belemászott így a képébe, így a Timi, ezt így csinált. Szóval érem, te ne nézzél csúnyán, mert itt verlek össze a férjed előtt. Azt így meglepődött így a magas csaj, ezt a saját férje mondta, ezt mondja, gyere, menjünk inkább. Úgyhogy a Timi az ennyiből, ő tud cuki is lenni, de tud, gyerekek, olyan lenni, mint a férfi is. Tud olyan is lenni. De hála jó Istennek, 90%-ba cuki a Timi. Az a 10%, az nagyon ritkán jön ki belőle. Ahhoz már nagyon-nagyon ok kell, hogy kijön az a 10%, az igazi ózdi, borsodi, cigány, vére, az már nagyon-nagyon durva, hogyha az kijön. Akkor ott se kép, se hang, se nem nézi, hogy nő, se nem nézi, hogy pali, akkor ott, ami kifér a csövön. Ott, ami kifér a csövön, gyerekek, úgyhogy. Így van, Hanna.
Úgyhogy a Timi az nagyon sok mindenen keresztül ment. Nagyon sokat szenvedett az életbe. Sokat csalódott. És a Timinek nem voltam sok párkapcsolata. Volt a izé, az 10 hónapig volt neki, aki csinálta neki az autóbalesetet, az 10 hónapig volt. Ugye előtte, akitől van ugye a Péter Pál, ő vele volt 8 évet, ő volt neki az első, egymásnak vették el a szüzességüket. Ugye a Petinek az apja a Timinek, Timi meg a Petinek. Dúlt a szerelem, dúlt a láb. Egy évig. Utána jöttek a csávó részére a drogozások, kurvázások, agyonverem az asszonyt, napokig nem megyek haza, stb. Stb. Na mindegy, nem menjünk vissza. Úgyhogy ha úgy nézzük, a leghosszabb, vagyis a Timinek a Péter Pálnak az apja volt, meg én. Ez a két ember volt az életében. Nem úgy, mint tisztelet a kivétel, nem úgy, mint nagyon sok nőnek, hogy havonta új csávója van, új palia van, új élettársa van, meg ilyen hasonló dolgok. De hála jó Istennek, én vagyok a leghosszabb a Timinek, meg ma ugye férj és feleségek vagyunk, úgyhogy ő, meg azok is maradunk. Mi egyek vagyunk a Timivel. Testileg is, lelkileg is, mindenhogyan. Nekünk van egy ilyen körülöttünk, egy ilyen védőburok, és oda nagyon nehéz oda bekerülni. A mi burkunkba. Értitek, hogy mit mondok? Hogy a Timi az már nagyon nehezen enged magához közel embereket. Ezt is elmondom miért. Nagyon sokat csalódott emberekbe, csajokba, sávokba, barátokba, és ugye ez mind megtanította arra, hogy akiben megbízhat 100%-osan, nem is 100%-osan, 1000 milliárd%-osan, az csak én vagyok. Az csak én vagyok, gyerekek. Én meg csak ő benne bízok. Amit megmond, az úgy van. Amit én megmondok, az úgy van. Értitek? Nekünk egy a... Most úgy mondom nektek, nekünk azért egy a lelkünk, meg mindenünk, mert mondjuk a fáj a Timinek a hasa. Csak hogy értsétek, hogy mi lelkileg nagyon össze vagyunk kapcsolódva a Timivel. Elkezd mondjuk, meg akar jönni neki mondjuk a menstruáció, fáj a hasa neki, de nekem is megfájdul a hasam. Ha mondjuk nekem, mondjuk izé, csak egy példát mondok, bezabálok erős paprikát, és ugye másnap megyek ugye napi 3-4-szer fosni. Így mondom, mert én csak a frankót mondom. Akkor neki is begörcsöl a hasa, és fosik. Na, mi lelkileg ennyire összekapcsolódunk a lelkünk a Timivel, hogy megérzi a dolgokat, amit én is ő rajta megérzek. Nem is kell neki semmit kimondani, már tudom, hogy mit gondol. Nekem se kell kimondani semmit, már a gondolataimban benne van, és már tudja, hogy mit akarok mondani. Mi jár az agyam? Értitek? Így van, megvan köztünk az összhang. Minden, lelkileg, testileg, mindenhogy. És ugye nálunk már nem szerelem van. A szerelem, az gyerekkorban van. Nálunk már a szeretet van, a kötelesség, a védelmezés, a... Mi már nem vagyunk egymásba szerelmesek a Timivel. Az maradjon meg a fiataloknak a szerelmeskedés. Szerelem, I love you, szívek, versek, izék, nem. Nálunk már a szeretet van. A szeretet, a kötődés köztem meg a Timi között. Ami a legnagyobb. Az összetartás, így van. Ez a legnagyobb. Közös gyerekünk nincs. De neki is van, meg nekem is van. Úgyhogy azért mondom, hogy... Szerelem amúgy csak egy hormonzavar. Az maradj, én is voltam szerelmes. Amikor fiatal, nem vagyok öreg, amikor gyerekkoromban. Amikor voltam 12, 13, 14, 15 éves. Akkor én is voltam szerelmes.
a fiatalok körébe ez megszokott, hogy szerelmes vagyok abba a fiúba, szerelmes vagyok abba a lányba, szétcsokoljuk a világot, azt rá egy hónapra szétmennek. Ne értitek? Egy stabil kapcsolat megy idő után már, mert a szerelem átmegy szeretetbe, egy összhangba, egy kapcsolódásba megy át a szerelem. Úgyhogy már nem szerelem lesz, hanem összekapcsolódás, összetartozás, jóba, rosszba, betegségbe, egészségbe, mindenhogyan. Csak a fiatalok lehetnek szerelmesek? Nem azt mondtam, de figyelj, most ha egyszer, csak egy példát mondok, egyszer véletlenül szétmennénk a Timivel. Valami okból, ne adja Isten, mert ne legyen így soha. Én már nem tudnák szerelmes lenni. És az meg saját magának hazudik, hogy oké, hogy keresi a boldogságot, keresi a szerelmet, ismét mondjuk 40 évesen vagy 50 évesen, de az már nem olyan lesz. Értitek? Az már nem olyan lesz. Szeretni bárkit lehet. Szerelembe esni lehet. Tök mindegy, hány évesek vagytok. De ez általában a fiataloknál szokott lenni. Az ilyen mikorosztályunk, meg az ilyen idősebbeknél már ritkább. Ott már nem a szerelem, hanem a szeretet. A szeretet, a kötődés. De ez csak az én véleményem. Az, hogy ki hogyan vélekedik erről, biztos van olyan pár idősebb pár, 50-60 éves, aki mondjuk most találta meg a nagy szerelmét. Van ilyen is, de az már nem olyan. Hogy emlékszek, amikor még élt mamám, és mindig, csak hogy értsétek, és mindig mondta, hogy aj, drága kisfiam, mennyi mindent, itt vagyok 80 éves, minnyi, mennyi mindent, mindenhova el akart jutni, mindenhova el akart menni. És kérdeztem tőle, mondom, mama, mi 80 évesen jut eszedbe? Itt voltál, fiatal voltál. Fiatal voltál. Akkor kellett volna menni, jönni. Ne 70-80 évesen induljunk már meg, mama. Hát most, ha úgy nézzük, hogy hivatalosan, mint férj és feleség a Timivel, 2012. március 9-e óta. Férj és feleség. 2012. március 9. Ugye március 4-én van a születésnapom, március 9-én meg a házassági évfordulom. Hivatalosan. Március 9. 2012 óta hivatalosan vagyunk férj és feleség. De mi már előtte is voltunk együtt a Timivel. Meg azelőtt is voltunk mi már együtt a Timivel. Hát ha most így mindent így összeizélok, akkor ugye 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 20, 21, 22. Akkor házasságban vagyunk 11 éve. Ugye? Jó számolok, 11 éve. Házasságban. Meg összekapcsolom az előtte lévő kapcsolatainkat, akkor már körülbelül 14 éve. 14 éve, de előtte is már ismertem a Timit. Ettől rosszul vagyok, hogy az emberek csak utólag sajnálkoznak, szülem is. Azért mondom, 10 éve vagytok házas, kövre leszek 11. Hát ugye úgy szám, így van, 12, de ugye úgy számoltok 12, 13, 14, 15, 16, 17. 22, most leszünk akkor 10, mert ugye így számolt, mert ugye januártól decemberig egy év, akkor 12 év, 11, 12, 11, mindegy, tök mindegy, nem az a lényeg, nem az évek számít, nem a papír számít, hanem ez gyerekek, ez számít. Na, akkor 10 év.
akkor most lesz majd 11 éve, hogy házasságban vagyunk, de már voltunk előtte is. Na mindegy, úgyhogy én csak ennyit akartam, így beszélgetés, ez ilyen érzem, beszélgetési live volt, tök jó, kibeszéltem magamat, nekem is kell azért némekor beszélgetés, ugye mindig is szoktam mondani a Timinek, hogy ő nagyon szeret pihengetni, relaxálni, shoppingolni, mert őt ez nyugtatja, vásárolgatni, az is nyugtatja, de legfőképp a pihenés, a pihenés, ugye őt azért nem látjátok ugye live-ozni, mert ő megkíméli magát nem a pozitív emberektől, mert a pozitív emberek csak feltöltik a Timit, hanem a negatív emberektől ő ugye annyira kifejlesztette magát, tudományozta magát motivációkkal, hogy megvolt a pánikbetegsége fél évig, stb., hogy ő a negatív embereket ő kinyomta az életéből. Az most legyen a gyereke, legyen az én gyerekem, legyen családtag, ismerős, rajongók, tök mindegy, hogy kicsodák. Ahogy a száján kijön valakinek egy negatív szó, csak egy példát mondok, hogy szar az életem. Timi már fogja, azt ott is hagyja. És csak mindegy, hogy ki az. Ő már fogja. Ja, meg a Timi az olyan, hogyha valaki minket meghív vendégségbe. Az legyen rokon, barát, ismerős, család, tök mindegy ki. És bemegy, és ő nem érzi magát jól abban a társaságban, akkor ő automatikusan gyere szerelem, menjünk haza. És nem azért, mert ismerősök, barátok, hanem tudja jó, hogy tele van negatívval az a hely. Ő nagyon kigyógyította magát. Ő ilyen terapátiákus izékat, Tim az nagyon tud, elmondom nektek. Úgyhogy, de ez jó is amúgy. Még legalább megérzi a dolgokat, hogy hova menjünk, hova ne menjünk. Volt olyan, hogy le akartunk menni Mendére, a Zenettékhoz, meg a Feriékhez. Én mondtam neki, hogy gyere, menjünk már le. Azt mondja, hogy Roland, köd van, esik az eső, stb. Én nem ülök kocsiba. De mondom, gyere, menjünk már. Na mindegy, lényeg, hogy nem mentünk. Gyerekek, aznap, figyeljétek, aznap, mert ugye az M7-esen megyünk Mendére, meg az M0-áson. Az M0-áson, vagy az M7-esen, 7 kocsi garambolózott. Ezt is megérezte a Timi, hogy nem menjünk. Mert lehet, mi is ott lettünk volna abba a hétbe, értitek? A Timi az nagyon tud, gyerekek. Ő megérez nagyon sok mindent. Emberekbe is, bármibe. Ő megérzi a jót is, de megérzi a rosszat is. Hát persze. Úgyhogy, ja. Úgyhogy valamikor, amikor én is mondjuk szeretnék valamit, és azt mondja, hogy nem, Subi Roli, akkor az úgy van, hogy nem. Mert ő nem azért, mert nem akar, mert érzi, hogy valami történni fog útközben, hogy lehet, ahol megyünk, hogy valami. De amikor nem érez ilyent, akkor a jó. Amikor azt mondja, hogy Subi Roli, ha összeveszel velem, és akkor sem megyünk sehova, akkor ott valami biztos, hogy történne, de nem történik, mert nem megyünk. Értitek? Nagyon sok olyan YouTube-on vannak fönt ilyen karma, darma, ilyen gyógyító energiás dolgok a YouTube-on. Nézzetek nyugodtan utána, meg ilyen vonzás törvénye, hogy ugye bevonzátok a jót. Ahogy a jót bevonzátok, a rosszat minél hamarabb be tudjátok ugye vonzani. És ugye minden nap hallgatja, ha nem is este, de ahogy reggel föl kell, ezt a bőségáradatot,
ezt a humanátus dolgokat, egyből gyertyát gyújt, füstörgőket gyújt, hét csakrás, hét arkangyalos, pénzvonzós, tele vagyunk buddhával, ilyen spirituális dolgokkal. Ha valaki hozzánk feljön, ott csak a pozitív energiát érzi. Nem a negatívumot, a pozitívot. Bejöttök, és így csináltuk, ahogy milyen megnyugtató, milyen, hogy szokták mondani, hogy ha valaki bejön hozzánk, és mondjuk stresszesen bejön, csak egy példát mondjak, stresszesen bejössz, vagy mondjuk aznap szar volt a napod, és bejössz, és így megkönnyebbülsz, így lelkileg, testileg, mert ugye olyan izék vannak ott nálunk, ilyen rituálék, nem fingszagok, te idióta gyerek. Olyan rituálék vannak, hogy ugye füstölgők, buthák, arkangyalok, hát ami kell a nyugodtsághoz, indián izék, dolgok, tényleg bejön, valaki oda bejön gyerekek, és csak a nyugodtság van. És akárki eddig volt nálunk fönt, ismerősök, barátok, pozitívan távoztak abból a lakásból, ahol mi lakunk. Bejössz, és csak a szeretetet érzed. A negatívumot érzed, hanem a szeretetet érzed a mi lakásunkba. Nem hiába van felszentelve, pap szentelte föl. Mutatja. Na jó van gyerekek, lassan elköszönök, megnézem a Timit. Meg már kéne szívnom egy cigit is. Úgyhogy igen. Várjál, ezt még beolvasom. Sajnos hiába vagytok ti ennyire jó emberek, a világ ettől még szar, de jó látni, hogy vannak ilyenek még. Hát igen, mi is a pozitív. Persze mindenkinek van. Vannak szarnapjai, vannak problémái. Nekünk is vannak problémáink. Nagyon, nem azt mondom, hogy sok, de vannak problémák. Minden embernek nincs olyan ember a világon, a földön, akinek nincsen problémái. Mindenkinek vannak problémái. Vagy ez, vagy anyagi, vagy stb. Ebben most nem menjünk bele. De mindig pozitívan kell látni mindent. Pozitívan lássatok mindent. A legszarabb helyzetben is pozitív legyetek. Pozitív emberek legyetek. Bolondokkal meg ne álljatok le. Nem szabad leállni bolondokkal. Engedjétek el. És higgyetek nekem, a lelketek is meg fog könnyebbülni, hogy elengeditek a negatív embereket. És csak a pozitív áramlást, a pozitív embereket rakjátok be az életetekbe. Ne a negatív embereket. Az legyen gyerek, családtag, barát, ismerős, tök mindegy. Aki már negatív, az menjen a picsába. Tartsa meg magába, vagy mondja el másnak a negatív szarjait. Ennyi. Csak a pozitív energiát, a pozitív embereket üzzétek befele az életetekbe. Negatívumot meg engedjétek el. És ezt az egyet jegyezzétek meg. Soha, tök mindegy, hogy mi van, hogy van, soha ne vegyétek föl másnak a szarját. Mert ameddig a sajátodat nem tudod helyre rakni, addig ne vedd föl másnak a szarát. Mert a tiedével meg nem tudsz törődni. És mi ugyanígy vagyunk, gyerekek. Mindenki tartsa meg a szarát, baját ott. Mindenkinek van élete, mindenkinek van dolgai. Tartsa meg magába. Én sem mondom el senkinek a negatív dolgokat, mert hála jó Istennek nálunk csak pozitív dolgok vannak.
Az, hogy némekok kicsit szoktunk mergelődni. Na mindegy, az a lényeg. Mindig csak pozitívan, gyerekek. És még meghallgatni se kell. Az a baj, hogyha meghallgatjátok a negatív embert, akkor fölveszed az ő. Mert megsajnálod, fölveszed, és a tiédét meg félrerakod. Értitek-e a lényeget? És nem a sajátoddal fogsz törődni, a saját szaroddal, hanem plusz a nyakadba veszel egy másik szart is, és avval fogsz foglalkozni. A sajátodéval meg nem fogsz tudni foglalkozni, mert fölvetted mondjuk az egyiknek a szarát, a másiknak a szarát, és már annyi szar fog a fejedre hullani, hogy mindenkinek a szarját felveszed, hogy a tiédével nem tudsz törődni. De hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ezt vissza lehet nézni a YouTube csatornánkon, ezt a videót fel fogom rakni. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, és legyetek jók. Sziasztok, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok.